Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim! Örömmel hallottam, hogy milyen jól sikerült itt a, a költségvetési vita, illetve az előmunkák. Én azt szeretném ö, közölni mindenkivel, hogyha nem tudnák, hogy én, illetve a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, illetve a mögöttünk álló közel tízez, tízezer ember, aki zuglóban ránk szavazott, semmiféle egyeztetésen nem vettünk részt, nem vontak be minket, azt se tudtuk, hogy miről van gyakorlatilag ö, szó. Költségvetést böngészve egy-két dolog ö, szemet szúrt nekem. Ugye a Csaba polgármester úr már tavaly kijelentette, hogy Zugló nem ad el ingatlanokat, ezzel szemben, ahogy várnai képviselőtársam mondta, a 2020-as költségvetés tartalmaz 1 milliárd forint bevételt generáló eladásra javasolt ingatlanok listáját, ezt én nem is nagyon értem, illetve az ingatlanokat böngészve szemet szúrt, hogy a Bosnyák téri épület, ami ugye most ilyen undorító pizzéria van ott, az is ugye bár benne szerepel ebbe az eladásra kerülő ingatlanok között, amit már egy 2018-as testületi határozat alapján 2019. októberében a választások előtt négy nappal született adásvételi Karácsony Gergely eladta ö, egy KFT-nek, 300 millió forint ö, tért ö, körülbelül értékben, ami abszolút lehet még akár piaci ár is. Ö, a, ö, de ezt az összeget át is utalták már. Szerepet, szerepel az, hogy ö, a tárgyévi bevételek tervezésénél figyelembe vételre kerültek a korábban részletfizetéssel értékesített lakáscélű ingatlanok, de ezt én azt az információt kaptam, hogy ez nem egy lakás célú beruházás lesz ott, hanem ö, ö, iroda. Ezt, ezt én erre szeretnék választ kapni majd, hogy ez hogyan lehetséges, hogy egy olyan tétel szerepel a 2020-as költségvetésben, amit már bevételként ugye regisztráltunk vagy beérkezett hozzánk. Ö, azon kívül még van. a... a a Herminka óvoda, amelyik már 2015 óta küzd azzal, hogy hogy felújítások szükségesek az épületben, ugyanis egészségtelen levegő. Én kim voltam a helyszínen, forgattam az óvodában. Hát tényleg gyalázatos a. a a helyzet az óvodában, ez nem szerepel abszolút a költségvetésben a Herminka Erzsébet királynő óvodának a felújítása semmilyen szinten. Mondom, 2015-ben már készült ezzel kapcsolatban ö, egy szakvélemény, és folyamatosan az Évékámú munkatársaival egyeztetnek az, óvod, az óvodá dolgozói. Ez számomra értelmezhetetlen, de talán egy mencsvárunk van, hogy van egy Zelg Zoltán nevű óvodafelújítási program, ami azt hiszem ebben az évben a költségvetési tervezésnél úgy látom, hogy 210 millió forintot különített el óvodafelújításra. Remélem, hogy akkor majd a jövőben, illetve ebben az évben abból az összegből ki lehet kanyarítani a Herminka ovoda felújítására. Tehát a, a, a kérdésem az, hogy ha lehet kérdési, hogy ebből a keretből sikerülne esetleg ezt az óvodát felújítani, úgyhogy ne legyen egészségtelen és hangsúlyozom, életveszélyes. Szomorú, amikor a szülők azt mondják, hogy rohad az óvoda, kérem képviselő úr segítsen.